Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok, ez pedig a Satisfactory folytatása. Mint látható, immáron a kísérleti csíkunk nélkül. Az állandóbb szerverre, változatra megérkezett a 4-es update. Remélhetőleg minden probléma nélkül tudjuk folytatni majd ezt a menetet. Általában nem szokott gond lenni, úgyhogy valószínűleg most sem lesz. Két magasan hozzuk fel. Egy picit kanyarodik, de hát minden nem lehet tökéletes. Jó. És igazából fölösleges is akkor a másiknak a behozatala. Abszolút értelemben, mert úgyse tudja a szállítószalag elvinni. Hogy ezt a kettőt közvetlenül össze tudom kötni. Az sokkal inkább kultúráltabban néz neki. És ugyanazt a hálózatot eredményezni. Remek! És... annak érdekében, hogy legyen itt ideillenes tároló, majd aztán valahova elvezetjük, amikor feldolgozzuk majd a acélt. Sőt, igazából azt hiszem, azzal járok jobban, ha ezt fordítva rakom le. És akkor a levegőben tud menni a beeresztő. Itt is. Jó. Mi kell nekem? Merger. Oké, akkor ez hova ment? Ja, hogy középre. Köszönjük, játék. Ez sajnos egy rendszeres probléma ezzel, hogy közép, de valójában a etető az nem ott van. Úgyhogy nem onnan kéne nekem megkapni. Na mindegy. Különösebb probléma nélkül összejött. Ó, hogy ezt az egyet még nem etettük be. Ez meg nem egyenes. Úgyhogy
azt sürgősen helyre rakjuk. Sürgősen nem fogadható el, hogy ne legyen egyenes. Azért... És már megint középre. Splitter. No. De komolyan. Ja, hogy ez ezekkel akar egyenes lenni. Egyébként van benne valami ráció. Hogy azzal lehet egyenes egymás alatti. Hogy úgy mondjam. Akkor legyen ez. Megfelelő. De megfelelő helyen. Hát az... Ezzel el lehet játszogatni egy picit. Hogy... Minden irányból nekünk megfelelő helyen legyenek a... elemek. És ezt most meg mihez igazította, komolyan kérdezném. Na mindegy, most egy idő után megnyom a tologatását a figurának, amit egy darabig úgyse látok. Inkább soha nem látom majd. És nem nagyon érdekel. Haladjon a vastermelés. Jó, és akkor itt egy függőleges elem, amelyik fentről szépen behozza őket. Jó, hát ez majd termeli, amennyit termel. Végtelen kell, de a végtelentől messze vagyunk. Egyenlőre. És majd természetesen, ha lesznek megfelelő belemek, akkor majd lesz belőle valami. De egyenlőre ez most termel. Addig békén hagyjuk, amíg csak ennyi a cél. Aztán megnézzük, hogy mi a következő programelem. Következő kutatás. Amihez kell majd egy csomó minden nyilván. Vissza a bázishoz. Hogy mi a következő tétel, ami mindenképpen kell nekünk. Közben fölmarunk egy csomó kaját. Na, hát az majd egy jó móka lesz visszavezetni azt az acélt, de előbb-utóbb egyébként arra is szükség lesz, hogy megtörténjen. Ezek még jó helyen vannak, viszont pár csigát fölmartunk. Annyit azért nyertünk. Hát ezt az ugrást kihagyhattuk volna. A mentés meg nem segít. A folyamatosságon. Remek. Ez még mehet be, mehet be. A zöldség az kuka. Most az egyenlőre nem izgat. Oké. Na, mi a következő nagyobb falat? Lehetne ez, de igazából nem érdekes. Második szintű logisztika. A pózna miatt érdemes.
Pózna miatt megcsináljuk. Milestone reached. Improved versions of conveyor belts and conveyor lifts are now accessible. To encourage additional verticality, conveyor poles now have a stackable variant. Jó. Akkor ilyen póznára fölcsapjuk itt a legelső szakaszt. Csak hogy... használjuk is. Tudnám, hogy hova kell, melyik. Ide jön a rúd. És akkor nyilván ide a csavar. Ez pedig... ups. Jó, mondja, az egészet majd előbb-utóbb le fogjuk bontani, de... ebből ezt az egészet le fogjuk bontani, de azért addig, amíg nem ejtjük meg az egybontását, addig... nyomokban legyen kultúrát. Addig egy kicsit csináljuk meg rendesen. Hogy ez a kettő összeér. Azt hiszem, az egyik gond az volt, hogy volt 100%-ban elég hosszú, hogy átérjen. Na, nem azt mondom, hogy gyönyörű lett, de gyönyörűbb, mint volt. Kicsit rendezettebb. És akkor... még egy két magas. Na, és egy... már majdnem olyan, mintha szervezet lenne az a létesítmény. Már nem bűnronda, csak ronda. No. És nyilván ezek alá is oda lehetne csapni a
az elemeket, de mondjuk ugyanre nem kell, úgyis az egész előbb-utóbb megy a kukába. És akkor majd rendesen újra szervezzük, ez most csak olyan, hogy legalább az első lépést tegyük meg afelé, hogy normálisan néz ki. Legalább az a fele, amelyik egy picit maradandó, amelyikben nyomokban föllelhető ez az ötlet, hogy maradandó lesz. No. Hát igazából ezt az egész ezüstgyárat is át lehetne. Ezüst rész. Tényleg ezüst nincs is koncepcióban a játékban. Hogy hogyan nem. Hogy áll a csőgyártásunk? Ha nem száguld. Hát akkor egyelőre ezt békén hagyjuk. Nem áll olyan állapotban, hogy érdemes lenne elpusztítani. No, de visszatért végre a bogyónk. Úgyhogy dolgozhatunk egy kicsit a következőn, legyen az bármi is. Ugró most nem kell. Jármű az... Hát ez csak az inventory slot miatt érné meg. Acél. Egyéb kütyük. Meg a kettes bánya. De ehhez majd kell acélcső, meg mi egyéb. És acél logisztika, amihez szintén kell acélcső, meg acél gerenda. Jó, akkor alapvetően az acélt azt kell rendeznünk. No, mi kell a ketteshez? Az a fajta bogyó. Megnézzük, hogy mennyi áll rendelkezésünkre. Illetve majd ki kell rakni egy jelölőt, hogy merre van az acélgyárunk. Hogy ne felejtsük el. Most még meg tudjuk találni ugye a útvonalat követve az áramoszlopokat. No. Egy adagot innen így el tudunk lopni. Mind a kettőből. Előbb még itt sétált egy. Mindjárt jön. Azért akarom még egyet, mert akkor 40 lesz. És az egy kerek szám, vagy kerekebb szám. Nem tudom, hogy mennyi kell majd a különféle gyárakhoz. Hogy állok betonból? Marjunk fel azért egy adagot. Többiből alapvetően jól állunk. A rútból mondjuk még nem ártana, meg akkor már egy adag lemezt is vegyünk föl. Mert van bőven. Azt hiszem. Van, jó. Nem volt tiszta, hogy mennyire jól állunk belőle, de bőven jól. Csavar azt hiszem az nem kell. Ezt egyébként érdemes lenne áthúzni ezére. Ilyen kettesre. Mibe kerülne? 7. Megejtjük. És akkor itt a három kiszolgáló egy 120-as szallagon megy, ugye? Picit jobb arányjal dolgozik. Egyébként. És ugyanehhez kell majd a másik oldalon is, hogy ott, ahol szükség van arra, hogy a 120
egységet szállítsák, ott azért ki tudjuk szolgálni. Aztán nyilván majd áttérünk a rendes acélra, rúdra, csőre, mi egyébre. De az egy picit odébb lévő fázis. No. Hát akkor vissza az acélgyártáshoz. Mert egyből acéltömbökből már fel is kell dolgoznunk. És akkor ide lerakunk egy ilyen jelölőt. Az lenne a... Acélöntöde. Azt hiszem. No. Beton. Mert nincs elég. Ilyen szélesebb. Szélesebb, nem magasabb. És egy picit, mert még kellhet még egy harmadikat, ugye akkor kétszer 120-szal a 45 igényből majdnem hármat ki tudunk szolgálni. Akkor megéri majd három gyárat, három öntödét, meg egyéb feldolgozókból ki tudja mennyit, majd ahogy kijön az arány. No, mi kell nekem? Elvileg sima konstruktorok. Négy szinte biztos, hogy kell. Acélcső 30-ból készül. Ez 60-ból csinál 15-öt. Jó. Na, akkor mennyi lesz a termelésünk? 2x 45-ből 45. Tehát a 120-ból 120-at gyártunk. Úgyhogy a acél gerenda az 60-ból 15. Azzal nincs is már miről beszélni tovább. A cső pedig 30-ból csinál 15-öt. Jó. Van-e még, amit fel tudunk dolgozni? Közvetlenül. Nincs. Akkor rád nincs is szükség. Jó. Assemblerbe van-e bármi, amit akarunk majd. Jó, ezek nyilván majd kiderül. Mondjuk kevesebb csavarból csinálunk. De milyen szempontból még lényegtelen. Nem. Különösebben. Ez meg abszolút nem érdekel most. Az majd jó. Akkor egyelőre ez az egység nem kell. Egyelőre... Egy ponton visszarakom azért a harmadikat, vagy a negyediket.
sőt még a ötödiket is, hogy a cső az itt lesz elkezdve. Ez gerenda lesz, amit nem használunk egyenlőre. Ez tele van. Oké. Az nem jó hír, hogy az tele van. Az nem jó helyen van. Az biztos nem jó helyen van. Remek, igazából erről nincs is már szükség. Hogy jó nekem. Kell egy ilyen. Kell egy merger. Arra néző fejjel. Ennek 60-at kell hoznia, ez tud 45-öt. Ez tud majd még 45-öt, de ugye annyi nem kell, ide viszont kell majd 2x60, 2x30. Hát alapvetően kell majd ide egy elosztó, amelyik ebből jön ki. Ja, ez egyenre rossz helyen van. Itt kell egy splitter. Ezzel egy pozícióban. És a másik az majd ide fog tolni. Te pedig ide fogsz. Jó. Újabb splitter kell. Splitter? Igen, 45-öt elosztunk. Itt ugye 90 fog bejönni, 60 megy az egyikre, 30 a másikra. Akkor nem splitter kell, hanem merger. Jó. És abba az irányba kell, hogy nézzem. Ez a része a tiszta sor. Ez a, ha mondjuk úgy tiszta sor. Onnan fog kapni körülbelül 30-at. És akkor igazából nem is kell, az közvetlenül jöhetne. 60 meg 30-90.
De akkor... Akkor nem is kell, akkor ezt itt egy kicsit túlzásba vittük. Onnan már jöhet közvetlenül. Mert az elvileg pont 30-nak kell, hogy legyen. És akkor lehetne kultúráltabban is, mindegy. Most már így oldottuk meg. És akkor majd kell még egy öntöde nyilván. Viszont most... Az áram az nem megy át. No. Remek. Hát ennek az esete az egyszerű, tárolóból. Mert itt egy darab tároló lesz. Összesen. És azzal nem cifrázunk. Itt is egy tároló lesz, csak kicsit bonyolultabb. Mert ide kell egy összekötő. Azt hiszem most van jó irányba. Remek. Jó, és akkor ide kell majd még egy öntöde. Amihez semmi egyéb trükk, az csak egyenesen berakjuk. Foundry. Már amennyire itt semmi trükk, egyenesen berakjuk. Mint koncepció működik. Jó. Hát lehetne szebben is, de most szokás szerint egy ponton túl nem izgat. Te tudsz készíteni ezt meg ezt. Nyilván. Remek. Az már be van kötve, az érkezik, ez meg van tanítva. Jó, az egyetlen feltétel, hogy ami szükséges, az legyen Mark 2-es. Elosztó, ha megtalálom. Ez mindenképpen abból kell, meg még annak is, mert az több mint 45-öt szállít. Itt fogunk kifogyni, mocskosról ki fogunk fogyni. De hát ez van.
No. De nem kell, hogy kifogyjunk, mert igazából ennek a nagy része, ez mehet két vezetéken, két szálon. Csak egyesíteni kell majd ott valahol, egy alkalmas helyen. És akkor kell... No, kell itt egy egyesítő. És ide kell kettes. A többihez meg szépen levisszük két menetbe. Azzal nincsen nagy gond. Kis játékunk. Nem mondod, hogy pár centin nem lett meg. De pár centin nincs meg. No. Hát így jártam. Haj, de nehéz vagy kilőni néha. Utána meg akarja kerülni az egészet persze, hogy ne legyen egyszerű és tiszta. De azért meg tudjuk oldani, csak kicsit figyelni kell rá. Jobban, mint amit feltétlenül szeretnék. És ugye az irányra érdemes figyelni ilyenkor, hogy komolyan. Komolyan. Komolyan nem fér ki. Egy menetbe. Na mindegy. Jó. Valahogy úgy kéne megoldani, hogy... utána még közlekedni tudjak itt. Bár úgy látom ez a... ez az igény már csak korlátosan lesz meg. És ha jól számolom, akkor most ki tudunk elégíteni 120-at. Annak ellenére, hogy az útvonal nagy részében nem tudunk kiszolgálni 120-at. No, remek. Hát akkor nem is csak, hogy acélt, hanem acélterméket gyártunk immáron. És akkor majd lehet dolgozni a következő szakaszon. Hát ezek egyenlőre úgyis csak ideiglenes tárolók. További acélfeldolgozás, meg mi egyéb lesz még majd. De nagyjából akkor így néz ki ez a
szörnyeteg, és akkor erre viszont egyáltalán nincs már szükség. Mi az, ami nem fért be? Csomó acéldarab. Igazából ezeket is ki lehet ide dobálni. És akkor azért egy kicsit előrébb állunk. Plusz nem vesztünk el egy csomó ilyen értékes eszközt. Hát egy csomót még így is be fogunk majd dobni a hulladék feldolgozóba, de hát na, minden nem lehet tökéletes, és akkor igazából ez a oldalplatform se kell, mert ez a tárolóhoz volt. No, és... akkor legalább látszatból tegyünk le némi falat. Mintha gyárkinézet lenne. Ez a távol nem tudom meddig tartunk, úgyhogy még nem zárom le. Ez alapvetően a... hogy hívják a hangot is? Ebbe a tápba valószínűleg egyébként majd ki fogunk még terjeszkedni, amikor sokkal-sokkal több acélt fogunk, úgyhogy oda se zárok. Fölülre megrakunk egy szürke típust, hogy azért mégiscsak valami kinézetben legyen, ne egy végtelen egyszínű mező. Ablakokat most nem tervezek használni, mert nem annyira egészséges. Sebesség mentén. Aztán három magasan lehet egy második szintet kirakni. Bár a bánya az szerintem magasabb, mint három. Úgyhogy az ilyen szempontból ki fog lógni egy kicsit. Hát majd meglátjuk. Még majd lehet, hogy lesz egy második szintje a feldolgozásnak, és igazából azzal oldjuk meg, hogy nem végtelen hosszú. Egyelőre ennyi betonozást azért megejtettünk, hát az útvonal az olyan, amilyen. No. És akkor ott az öntödénk. No, hát ezeknek nem fogok különösebb falakat, mi egyebeket építeni szerintem. De egyelőre akkor azt hiszem meg vagyunk az acélgyártással. Megnézem, mennyi készült el. Hát ha van egy elég arra, hogy hát ha a következő szakaszt kidobjuk. A következő programot. Hát szűkösen, mert 200 fölött kellene szerintem darabjához. Gerendából nem állunk jól, pedig az kell majd a következő futószallaghoz végtelen mennyiségben. De azért az első tétel megvan a kinézetbe. Hát ide azt hiszem már azért szükség lesz némi pillérre.
valami fajta tartó elemre, bár inkább szerintem egy ilyen ferde konzolos megoldást fogok alkalmazni, az kicsit reálisabban néz ki. Hogy ne ennyire a semmibe lógó épületnek nézzen ki. Nyilván majd ide berakunk egy ilyen töredéket. Azt nem tudom, hogy megvettem-e már. Ha megvan, nem, mert ez csak ugye felfele működik, lefele az egy teljesen önálló elem, aminek semmi köze ehhez, mint tudjuk. Néha el lehet jól találni, néha nem. Azt az ideális pontot, ahol szeretném. Ott a repülőelem. Jó. Hát, ha nem is reális, de így legalább már úgy néz ki, mintha valami tartaná ezt a létesítményt. Ja, ott van egy ilyen golyó. Igazából azokkal nincs kedvem hadonászni. No, hát, némi szépészetet azért megejtettünk. Igen, minimális formában, de megejtettünk. Van még egy ilyen gomba. Na, merre van az a csiga? Ah. Ó, oh, itt van. Az agresszív környékével. Gombát fölmarjuk. Csiga rampát megépítjük. Hát igazából azt a gombát ott békén hagyom, annyira nem izgat. Csigáért még hajlandó voltam egy kicsit küzdeni. Nem sokat. Még ott van még egy csiga. Meg ott is, rengeteg csiga van. Mindenütt csigák. Ott lent is van ugye egy, meg egy csomó limestone. Ha még betont kell majd valamiért. Egyelőre az most nem szükséges. Csak sima limestone, az most nem izgat. No, hát lássuk, hogy mi akkor a következő fejlesztés. Jutok-e vele valamire? És hogy utána mi lesz a következő fázisa az építkezésnek? Meg egyúttal megnézzük akkor, hogy hány ilyen jegyünk van most már a automata gyártóba. Ugye az egyik a Katérium bányánál folyamatosan öntjük be a cuccokat. Ugye az azért termel nekünk szépen.
Hát, csak lassan. 2 egész. Ennél többet vártam. Abból még nem lesz meg az összes létező cucc, ami nekem kellhet. De hát ez van. Na, ugrópad. Majd egyszer jármű. Majd egyszer. Logisztikához 200. De egyébként semmi más. Úgyhogy igazából elég közel vagyunk. Úgyhogy legközelebb valószínűleg ezt majd el fogjuk tudni indítani végre. No, hát az első fázis megvan. Hogy áll a másik, a bánya? Ahhoz ugyanezt kéne Pepitába. És abból lesznek majd a motorok és egyebek. Jó. Hát akkor legközelebb valószínűleg elkezdjük a 2-es szintű bányákat kitermelni, meg a 3-as logisztikát. Azzal gyakorlatilag újraépítjük nyilván majd az egész vasbányánkat, és öntödénket, és acélöntőnket. Mert sokkal többhöz férünk hozzá majd végre. Mára ennyi, innen folytatjuk.